Április 1-től több változás is érinti a vonattal közlekedőket. A vasútársaság az új módosításokkal az utasoknak próbál kedvezni. A módosult díjszabályok egyik legfontosabb pontja, hogy bizonyos esetekben már a vonaton is megvásárolhatják az utasok a szükséges helyjegyet. A vonaton tudjuk megvásárolni a helyjegyünket. Természetesen ez ebben az esetben nem mentesít minket az alól, hogy pótdíjat is fel fognak számolni a részünkre, abban az esetben, hogyha mondjuk nem a vasútársaság hibájából vált szükségessé a vonaton történő helyjegy kiállítás, hanem azért például, mert a kedves utas később érkezett meg az állomásra, de próbáljuk ezt minél humánosabban kezelni, ezért is biztosítjuk ezt a lehetőséget. Gondoljunk csak arra az esetre, hogyha például az utolsó Intercity vonatot épp hogy csak eléri valaki. Ezentúl minden utasa ténylegesen megtett távolság után fizet menetdíjat majd, így a korábban alkalmazott virtuális kilométer számítás megszűnik. Például aki vidéki állomásról olyan irányba utazik, ami elkerüli a keleti, nyugati és déli pályaudvart, annak a vasútársaság nem számítja fel a pályaudvarokig előírt távolságok díját. A változások a menetjegyek módosítását és cseréjét is érinti. Az új szabály szerint a kezelési költséget visszatérítik, és új menetjegyet is vásárolhat az utas. De akár módosítani is lehet a már megvásárolt jegyet. Gyakorlatban ez úgy működne, hogy a menetjegy módosítására szükség lehet abban az esetben, ha a kedves utas további szolgáltatást szeretne igénybe venni, tehát például magasabb kocsiosztályt, vagy pedig lényegesen nagyobb távolságra szeretne utazni. Ebben az esetben az alapmenetjegy mellé kap egy másik menetjegyet, amin a plusz szolgáltatások kerülnek feltüntetésre. Tehát a további viszonylat kilométerrel és természetesen a menetjegy érvénytartama. A MÁV decembertől figyeli az utazási szokásokat, ezek alapján pedig hétfőtől több helyen módosul a menetrend, bizonyos járatokat összehangolnak az egyszerűbb és gyorsabb utazás érdekében.